Aha, jó. Igen, tehát ilyen, de most jó. És milyen tártól tudnak te? Hátizsák. Igen? Mindenki most nem tudom a fiamnál, én nem tudom, hát igen, hogy... De amúgy a fotodokumentet, a videón mindent látni szépen, hogy a öltözik, a jellegét, hogy úgy nincs öltözben jól. A hát igen, mi volt? Víz volt benne. Élelmiszer? Élelmiszer is, igen. Most akkor mi szendvicset tudva? Furulja, és ha fogják. Akkor jó. Egy ilyen zsák, nagyon a zsák. Szóval igen. Szóval itt egy zászlóról is. Igen, egy átlagságot zászlót hoztunk, amit én azt kicsavartam az aluljáróból kijövet. Addig fölé egy csavarról, fűcsavartál, amit hoztunk én. Elővette valahol? Nem. Nem úgy hoztuk magunkkal, fölcsavartál a magunkkal. Értem, tehát akkor nyélet? Igen, nyílet, nyelen, hajlékot. De én összecsukott a teleszkópot? Nem. Egy darabból műanyag fölcsavartam a zászló részét is. De azt kilógott a zsákba a zászlónyi? Azt kézbe hoztuk. Nem jöttünk bele kézbe. Igen, tehát az kézbe volt a zászló, csak nem bontotta ki, tehát nem lobogtatta, hanem csak fogta. Igen. Kibontásra, akkor került a sor, amikor kijöttünk aluljáróból. Tehát láttam, hogy mindenki zászló, hogy is akkor kibontottam. És végig a park is az a zászló nálam. Uh-huh. Önnél volt a zászló? Igen. És hát akkor ezek a csak kibontotta? Pontosan. Igen. Végig kibontott állapja nálamban, vállamban, kezemben. Jó. Tehát végig fölfelé tartott? Igen, így a vállamon. Uh-huh. Jó. Igen, és akkor így zászlót lobogtatva mentek hárman. Igen. Ekkor szólt a fiam, hogy szólítja a szükség. És akkor aluljáróból szólt a fiam, hogy most hova menjünk. Hova menjünk, hát nem is menjünk. Most a feljelentés szerint, gondolom, ő olvasta a feljelentést, vagy legalábbis, hogyha nem is tekintett bele, de igen, tájhoztatta arról, igen, mi szerepel ebben a feljelentésben. Ez szerint pedig lényegében a rendőrök figyelmét a Magyar Gárdának a főszervezői hívták fel és kértek segítsége, mert két személy volt ott, az ön és a fia, akik arcukat sállal eltakarva és fejükre kapocni húzva, láthatóan be akartak menni a rendezvényre. Tehát ez volt a feljelentés. Tehát feljelentés szerint nem is a rendőrök meghívták fel magukra a figyelmüket, hanem a Magyar Gárda főszervezőinek, amikor látták, hogy önök milyen módon szeretnének a Magyar Gárda forratására közelébe kerülni, hogy tartsák önöket távol, és akkor lényegében így kerül sor erre a rendőr intézkedésre feljelentésre. Akkor ez hogy volt? Tehát itt az van, hogy arcukat fejükön kapuszni van, és arcukat sállal eltakarva. Közelítették meg a Magyar Gárdának a rendezvényét. Ezzel kapcsolatban nyilatkozom. Mink a járdán voltunk a parkban, és a fejünket kapusznival eltakarva, sapka, sállal az arcukon nem közlekedik. Az a pillanat, amikor a sára felhelyezésre került, az csak egy pillanat volt, akik megkötött a fiam, leengedtem. Fölvételeket gyönyörűen látni, hogy ott, ahogy járkáltunk, fényképeztünk, szóval a járdán sok ilyen kis út van, ott tartózkodtunk végig, nem is kalibáztunk, elmentek a gárdisták, mink ott voltunk. Nem akartunk bemenni a rendezvény területre, hogy nem mondta. Na most ez a sál, ez egy ilyen hosszú sál? Hát ez egy elég ilyen, elég nagy formátum. Nagy formátum következik, és hányszor kell körbetekerni? Hát többször? Szerintem többször. Na most, ha abból indulunk ki, hogy csak simán körbetekeri a nyakát,
akkor a sál, anélkül, hogy szándékosan, tehát tudatosan így felhúzná, azt amit a fia is mondott. Tudatosan fel kell húzni. Igen, de hogyha nem húzza fel, igen. Ha nem húzza fel, igen. Akkor az arcának melyik részéig ér fel, tehát melyik részét takarja el? Ez a nyaka részt szépen. Csak a nyakat, vagy esetleg egy kicsit följön is fel? Semmi kép följön, mert akkor nem, én beszéltem és kommentáltam, hogy kamerázott, beszéltem, nekem az galibázott van. Szóval videófelvételeket csináltam, és akkor beszélek, és akkor az én nekem az galibáz. Nem? Most nyilván, ha beszél, akkor értelemszerűen azt akarja, hogy érteni is lehessen, amit is van. Akkor nyilván erre az időszakra le kell húzni a sárat, mert különben torzítja a hangját, de lehet érteni. Tehát ebben semmi furcsa nincs, hogy addig, amit beszél, addig a sár nem takarja az arcát. És nem arról van szó, hogy arra az időszakra nem takart el az arcát, hanem önre azért figyeltek fel a Magyar Gárda főszervezői, mert az arcát sállal, a fejét pedig kapucnival takarta. Ön szerint ráadásul idegenek. Igen. Tehát olyan értelemben, hogy nem ismerték egymást, és lényegében feltűnt a külső megjelenésük, és azt nem szerették volna, hogy egyáltalán még a látszatot is elkerülni, hogy valami közelen nem vagy a gárdának. Önök is ezért kértek rendőri segítséget, hogy tartsák önöket távol. Tehát ha nem adnak rá okot, vagyis ténylegesen kapuszni és az arcukat eltakaró sár nélkül közelítik meg a Magyar Gárdának ezt a rendezvényét, akkor feltehetően a gárdának a főszervezői nem kérnek rendőri segítséget, mert nem adtak volna rá okot. De feljelentés szerint okot adtak rá, és nem is a rendőrök, tehát azért mondom, hogy jól értse, nem a rendőrök saját akarat elhatározásukból, tehát azért, mert nekik tűnt fel ez a fajta megjelenésük, külsőségük, hanem kifejezetten segítségkérés folytán intézkedtek önökkel szemben. Tehát ön szerint, hogyha ténylegesen nem úgy lett volna öltözve, mint ahogy ezt a feljelentést tartalmaz, és ahogy ez majd a gárda főszervezőnek feltűnt, akkor miért intézkedtek? Tehát az, hogy valakinek a nyakán van a sávamban semmi rendkívüli szokatlan vagy furcsa nincs. Igen. Na, ez az intézkedés... Akkor úgy kérdezem. Volt olyan a ott létük során, amikor a kapucni ténylegesen fel volt húzva a fejére, most csak egy eszembe első személyben szerint, tehát önről is nem fiállom. És akár csak rövide vagy hosszabb időre az arca ezzel a bizonyos sával le volt takarva. Tehát volt vagy lehetett ilyen rövide, hosszabb időszak, ami miatt esetleg lehetett ilyen? Vagy nem tudjuk. Ez a rövid időszak a feltételnél történt meg. Utána a sár le. A felvételnél látni, hogy abszolút sárban nyakamban nincsen. Utána fáztam, föltettem. Ő a gyerek mondta, hogy így, hogy én nem tudtam, hát idősebben nem tudtam. Jó, tehát akkor végül is itt arról lett volna szó, hogy azt alapvetően nem tartja kizártnak, ha jól értem a szavait, hogy arra az idő, tehát az idő alatt, amíg a sávat felvette, és így mondta, hogy többször kövöket tekerni nyakán, az idő alatt, amíg a sávat felvette, hosszabb, rövidebb időre, de eltakarta az arcát a sávat. Amit aztán megszüntetett, mert De semmiképpen nem haladó. Tehát amíg ő rövid, akkor ez a rövid időszak. Ezt a részét az évadra kizártnak, amíg öltözködött, amit érzésen. Igen, nem tudtam kizártnak, hanem ez így volt, hogy egy rövid időre fel, hogy egyet mondta, hogy tegyem föl, le. Értem, jó. Na, és utána, szóval... Egyébként az előbb mondta, hogy a fia azt mondta, hogy ezt úgy kell oldani, hogy így föl. Úgy kell feltenni, ő tudja szakszerűen, hogy kell felrakni, és akkor őrnek tenni ezt meg. De ott voltak mások is, értem, csak mindig, hogy járok elő, több jó kell volna, nem voltunk egyet. Jó, na most...